A nyírségben több mint 48 ezer hektár gabonaféle vár betakarításra. A gazdálkodók árpából 929 hektárt vetettek, amelynek többségét már learadták. Az eddigi átlagtermés hektáronként meghaladja a 4 tonnát, ami jobb a közepesnél. Őszi búzából 27.500 hektár az elvetett terület, ennek is megkezdődött az aratása. Az agrárkamara elnöke szerint az árak is kedvezően alakulhatnak az idén. Múlt héten még arról beszéltünk, hogy ilyen 20-néhány százalékkal volt az árpa, most ez a 91%-ot érje, a termés átlag a megyékben a megszokottól a magasabb, 4,2 tonna. A búzát is elkezdtük körülbelül 20%-on áll, ennek a 4,7 a levágottnak a átlaga, ami a megszokottól valamivel magasabb. Az áruk is változtak valamelyest, egy ilyen 3800 forint körül van az árpa, és a búza ilyen 4200-4005, úgyhogy valamit mozdult a múlt hetihez képest. A szakemberek szerint a kedvező időjárásnak köszönhető a viszonylag jó minőségű termés, hiszen a nagyobb viharok elkerülték a megye nagy részét, a csapadék pedig kellő időben érkezett a földekre. Ez a nagy meleg az aratás szempontjából jókor jött, ugyanis, amint emlékeztük, a csapadékot megkapta abban az időszakban a gabonafélék itt a megyében, amikor nagy szükség volt rá. Most az érési folyamatok vannak, nagyon szép, tiszta búza, nagy sikertartalommal, úgyhogy éppen arról beszélgettünk, hogy egy jó termés várható, nagyon jó minőségű és egy nagyon jó ára párosulva, azt hiszem, hogy jól kezdődne a betakarítás. Rácz Imre azt is elmondta, hogy ha nem lesz viharos időjárás, ami ledöntheti a kalászosokat, akkor a tavainál jobb termést várnak, mind mennyiségben, mind minőségben.